A szilvalekvár készítése is azzal kezdődik, hogy a gyümölcsöt leszedjük a fáról. Már az érett gyümölcsök puhák, ezért ki tudjuk válogatni őket és leszedhetjük. Szilvalekvár, tehát ahogy mi csináljuk, az egészen más lesz egyébként, mint a hagyományos szilvalekvár készítés. A megmosott szilvát kimogozzuk, ez most éppen itt látható. Egyszerűen meg kell nyomni, és majd, hogy nem elválik a szilvamagtól a szilva. A mi szilva dzsemünk, vagy szilva lekvárunk, ezzel a Gemfixer Dr. 5K3:1 Gemfix szuperrel készül, ez lehet édesítőszerrel, illetve cukorral is készíteni. 1250 g gyümölcshöz, azaz majdnem másfél kg gyümölcshöz elég egy ilyen tasak. Mi 2,5 kg szoktunk készíteni belőle, ami azt jelenti, hogy 2 darab ilyen tasak szükséges a 2,5 kg gyümölcshöz. A következő lépés tehát a ellenőrzése annak, hogy a 2,5 kg gyümölcsünk meglegyen, ugyanis ez kell a 2 darab Gemfixhez, amit bele fogunk keverni. Ezt a munkafolyamatot követi a túlmixolás. Amit most itt látok, ez 2,5 kg szilva, magozva. Ez is nagyon lényeges, hogy amikor leméritek, akkor a magozott súlyát mérjétek. Ez pedig a Turmix gépem, amit szintén amolyan nem pazarolj módra használtam, vásároltam. 1800 forintért darabját, rögtön 2 is vettem belőle. Van hozzá egy ilyen fém Turmix fedő pohár, illetve van hozzá egy üvegből készült is. A turmixba túl sok gyümölcsöt ne tegyetek, körülbelül ennyi legyen benne, ellenkező esetben, mivel ezek elég nagy fordulattal indulnak, eltörhetitek a meghajtó rendszerét a turmixnak. Tehát ennyi bőven elegendő belőle. A turmixolás után ilyen lesz a szilva állaga. Nem probléma, hogyha nagyobb 7 darabok maradnak benne, hiszen ez egy gem lesz, nem szörp, úgyhogy nyugodtan benne hagyhatjátok. Ilyenkor még ilyen zöldes-sárga színű a turmix szólt szilvának a színe, ez a főzéskor vörösre fog, pirosas színűre fog változni. A turmixba érdemes ilyen merő kanálba tennetek a szilvát. Én most már egy picit, mivel bírta a turmix, egy picit többet is teszek bele. Rámegy ugye a tető. És elegendő ennyi ideig turmixolnod. És kész. Kétféle dzsem fog most készülni, az egyik az édesítőszerrel, a másik cukorral. Ebbe a mennyiségbe ez gyakorlatilag 3 adagnyi, tehát 2,5 kg plusz 1,2 kg. Ebbe 3 csomag Gemfix fog kerülni, és mivel egyenként 350 g cukor szükséges hozzá, ezért plusz 1 kg, és még egy pici cukor kerül hozzá, tehát több mint 1 kg cukor kerül bele. Ezt el kell simára keverni. Amit most mi még elfelejtettünk, de az előző gem elkészítésénél már gondoltunk rá, hogy a gemfixeket érdemes, amikor túlmixoljuk, akkor belekeverni, így csomómentesen és könnyebben elkeverhető. Így sajnos most kézi munkával kell benne elkeverni csomómentesen a gemfixet is, és a cukrot is. A gemfixet tehát így keverjük hozzá, picit beleszórunk, és folyamatos keverés mellett kerül bele a Gemfix. Következő mozzanat a felforralása. A zubogva forrásig kell, tehát amit itt most ebben látok, ez még nem a zubogva forrás, ez a nagyobb mennyiség, és az édesítőszeresnél látjátok, ez a zubogva forrás, ezt kell megvárni, és innentől számítva 2-3 percig kell még főzni a gemet, és már is készen lesz. Annyit még elfejtettem az előző videóban hozzátenni, hogy a Gemfix természetesen bele lett keverve 2 csomaggal, ez 2,5 kg gyümölcs volt, és nem 25 ml, hanem 2x25 ml természetesen belekerül édesítőszer, tehát összesen 50 ml. Ez az új Gemfixes módszerrel elfelejthetjük az régi órákig tartó befőzéseket. Gyakorlatilag néhány perc alatt elkészülhet a lekvárunk, és most nézzük, hogy az üvegeknek hogy kell zárni. Hát ez éppen nem pukkant a teteje, ám az előző videóban, bemutattam, hogy hogyan érdemes mosogatógépben sterilizálni ezeket az üvegeket. Ezek most azok az üvegek, és az előző az nagyon szépen mutatta is a jó záró tetőt, tehát pukkant egyet, amikor levettük róla.
Érdemes beszereznetek egy ilyen széles szájú töltsért is, ami direkt ilyen befőttes üvegek megtöltéséhez való, és így néz ki, tehát gyönyörű vörös színe lett a lekvárnak. Egyelőre folyékony állagú, ez a későbbiekben miután elkezd hűlni, ez teljesen kocsonyás állapotú lesz. Na most viszont hallhattátok, hogy mennyire jó az ára teteje a üvegnek, tehát így kell mindegyiknek megszólalni, akkor biztosak lehettek benne, hogy tökéletesen zár a tető. Jó, tehát így megtöltitek, nem kell teljesen tele, egy fél centis légrés vagy egy centis bőven elegendő. A szilva gyömek elkészültek, amiket itt látok, ez készült cukorral, tehát ez az első sor, egy kicsit sötétebb is lett, mint a másik, az édesítőszerrel készült, tehát a 3,7 kg szilvából ennyi üveggel lesz, azt mondja, hogy 2, 4, 6 és egy kis üveggel lett belőle, ezek 7,5 decis üvegek, ha jól emlékszem, és nem kell őket donsztolni, ez egy nagyon lényeges tétel, és be fog sűrűsödni, még nem eléggé sűrű, még lötyög benne egy picit, de már kezd sűrűsödni, ahogy hűl, és akkor egész dzsem állaga lesz, hogyha lehűlt.